Mit látsz akkor, ha egy tükröt egészen közel helyezel az arcod elé? Az orromat. Erre mondják, nem lát tovább az orra hegyénél. Mi a tendő? Megfelelő távolságból szemléld magad. Ezt tesszük most. Gyertek, szálljunk balibbe. Gyertek, gyertek! Nézzetek le a nyüzsgő városra! Érdekes megfigyeléseket tettünk innen felülről. Úgy hömpölyög a sok ember, mint egy nagy életfolyó. Figyeljetek egy picit! Reggelente meglódul ez az áradat, estére pedig lecsentesedik. De csak azért, hogy másnap újra kezdődjön az egész előről. Holnap, holnap után ugyanilyen kép tárulna elénk. De gondoljatok egy teljes napotokra, megvirrad. Berreg az ébresztő óra, ez a kérlelhetetlen időmérő. Felébredünk az álomból, és felhúzzuk magunkat akárcsak az órán szerkezetét a következő 24 órára. Aztán pedig a másodpercek lüktetésére telik az egész napunk. Ott van az óra karunkon, ott van a szobánk falán, elhelyezik tereken, utcákon, vagy amint itt is látjátok, épületek homlokzatán is. Azért, hogy hozzáigazodjunk. Ő mondja meg nekünk, hogy ráírunk még. Sietnünk kell, már elkéstünk. Mit gondoltok, mi történne, ha egyszer valaki megváltoztatná az óra megszokott időmérését? Például felgyorsítaná a másodpercek ütemét. Szerintem felpörögnének az emberek, és nagyobb sebességre kapcsolnának. Ha pedig az ellenkezőjét tenné, és lelassítaná az időmúlását? Biztos, komatosabban járkálnának. Anna, szerinted? Lehet, hogy unatkoznának, és nem tudnának mit kezdeni az idejükkel. Én úgy gondolom, hogy olyanok is akadnának, akiknek teljesen mindegy, akiknek egyre megy a játék. Azt hiszem, nem járunk messze az igazságtól. Olykor-olykor nem árt így felülről meglesni magunkat, hogy milyen viszonyban vagyunk az idővel. Sokat tudhatunk meg magunkról is. Például itt elgondolkodhatunk azon, hogy honnan hová tartunk. Milyen törekvések lendítenek előre minket nap, mint nap. De folytassuk most a vizsgálódásunkat. Figyeljétek meg az emberek mozgását, a közlekedését. Ott autóbuszra szállnak, villamosra várnak, személygépkocsikba ülnek, mennek az egyik oldalon, azért, hogy sietősen jöjjenek vissza a másikon. Épületből épületbe. Ez egyik ajtón be, a másikon ki. Sőt, egyesek nézzétek, még a föld alá is bekukkantanak. Mintha csak keresnének valamit. Vagy szeretnék visszaszerezni azt, amit elveszítettek, vagy valahol ott felejtettek. Nem ilyen érzésetek van? De. Úgy gondolom, leginkább ez befolyásolja a kedély állapotukat is. Ha megtalálják azt, amit keresnek, örülnek. Ha pedig nem, akkor szomorúak. És hát persze akadnak, akik egykedvűek. Mit gondoltok, ha így kiáltanék nekik? Emberek, hagyjátok abba a rohangálást, a tülekedést. Tudom, mi hiányzik a boldogságotokhoz. Gyertek velem. Mi történne? Szerintem hagynának csapot, papot, és megindulnának Sanyi bácsi után. De hová tetszene vinni őket? A cirkuszban. Azt mondanám, gyertek, nézzétek meg a produkciót. A boldogság útját mutatom meg nektek. Ha itt szólnék, vajon mit mondanának az emberek? Ki sem merem mondani. Csak bátran, nem vagyok sértődős. Szerintem kicsit bolondnak tartanák Sanyi bácsit. És talán ti is? Nem. Hát, ennek őszintén örülök. Viszontzásul van egy jó hírem. Álljatok föl, mert cirkuszba megyünk. Jaj, de jó! Ugyanis előre megvettem mindenkinek a belépőjegyet a következő előadásra. De ha felnőtteket is akartok hívni magatokkal, mondjátok meg nekik, hogy számukra nagy ára van. Gyerekké kell lenniük. Ugyanis egyszer valaki arra bátorodott, hogy egy kisgyereket állított a felnőttek elé példaként, és azt mondta nekik, ha nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába. Találkozunk a cirkusz előtt, induljunk. A keresztény életformát szeretném itt bemutatni nektek. Ugyanis úgy gondolom, hogy amit ezek a művészek itt megélnek előadás közben, az nagyon hasonlít az igazi keresztények életéhez.
Próbáljátok tehát fölfedezni ezt a lelki rokonságot. Érezzétek nagyon jó magatokat, gyűjtsetek rengeteg tapasztalatot. Gyertek, elfoglaljuk a helyünket.